Helyenként szakad az eső, de itt Zsombon, Gyuris Attila virágkertészetében bizony nagyon jó idő van. Mekkora területen termesztenek itt növényeket? 1,5 hektáron termelünk rózsát, és kb. 8000 négyzetméteren pedig minigerberát termelünk. Nagyon ritka, hogy télen rózsát termesszen valaki, hiszen nagyon sokba kerül a fűtés. Igen, a rózsa egy nagyon technológia igényes növény, tehát a jó minőségi rózsa előállításához nagyon pontosan tartani kell a hőmérsékleti értékeket, és a megfelelő mennyiségű és időtartamú fénymennyiséget is biztosítani kell a rózsáknak. Bejöttünk ide a rózsák közé. Ez milyen fajta? Ez a vietnami rózsa, és megfelelő szárhosszúságot és fejméretet tud teremni nálunk ebben az időszakban is. Amit most szeretnék bemutatni, ez körülbelül olyan 80 centis szárhosszúságú rózsa. A jelenlegi elvárások szerint 50-60% között van a piaci igénye a vörös rózsára. Ez igazából a hosszú évek alatt nem nagyon változott, talán egy kicsit erősödött is. További 20%-ot képviseli körülbelül a fehéreknek az aránya, körülbelül 10-15% a sárgák aránya, és hát az összes maradék, abba kell beletenni az összes színt, azokat a krémszínű, baracszínű, rózsaszín színeket, amik például az esküvőket, rendezvényeket, ami manapság nagyon divatos. Milyen különleges termesztés technológiája van a rózsának? Gyakorlatilag japán technológiának nevezett technológia, ahol egy megfelelő lombfelületet tudunk képezni a növényeknek a szedési magasságtól lefelé. Azért van ez a lejtő itt, mint egy sövény, úgy néz ki a rózsasor. Ennek az a jelentősége, hogy szedés után, amikor leszedjük a virágokat, akkor megfelelő mennyiségű lombtömeg marad a arányban a gyökér tömeghez, és ettől gyorsabban meg tud újulni a növény, és így a felvett tápanyagokat a lombtömeg gyorsan átalakítja, és ebből újra tud építkezni a növény. Növényvédelme milyen különlegességet igényel? A legfontosabb az, hogy ne stresszeljük a növényeket kémiai szerekkel, és magunkat se. Tehát nagyon fontos az, hogy a biológiai növényvédelem irányába haladjunk, és a megfelelő kártevők ellen a megfelelő természetes ellenségeket használjuk. Az itt termelt magyar rózsa hogyan tud versenyképes lenni az importtal szemben? A frissen szedett rózsáink gyakorlatilag néhány napon belül már a háztartásokba, a vázákba kerülhetnek, és a meleg szobákban is akár 10, akár 20 napig is elállnak, és gyönyörködhetnek benne a háztartásokba. Még az import, amit több ezer kilométerről hoznak ide, gyakorlatilag néhány napon belül elveszti az élettartamát. Ebben a másik üvegházban pedig több ezer gerbera várja, hogy leszedjék a nőnapi csokrokba. Kedvelt ez a termék? Szeretik az emberek? A mini gerbera, ez a nagy gerberához képest egy kisebb fejméretű virág, viszont lényegesen hosszabb a vázatartossága és rendkívül nagy a színválaszték, ami a fajtákból elérhető. Több mint 60 különböző színű minigerberát termelünk, és gyakorlatilag a mindennapokat egy kicsit boldogabbá tenni, hogy a lakást a megfelelő hangulathoz, a megfelelő lakáshoz, színekhez egy csokrot tudjunk választani minden nap a leszedett friss gerberákból, és ebbe gyönyörködni egy hétig, tehát erre ez a növény kiválóan alkalmas, ugyanis árérték arányban az egyik legjobb termék, ami a virág fogyasztóként vásárolható. Mióta foglalkoznak minigerbera termesztéssel? Körülbelül 10 éve kezdtünk el a minigerbera termeléssel foglalkozni, és gyakorlatilag folyamatosan választottuk és szelektáltuk azokat a fajtákat, amelyek Magyarországon nagyon jól termelhetők, és jó minőségben szállíthatók a piacra. Nagyon szeretjük a minigerberát, mert a biológiai növényvédelmet gyakorlatilag szinte 100%-ban tudjuk alkalmazni ennek a növénynek a termesztésénél, és nagyon szeretjük, hogy megtervezünk egy növényvédelmi védekezést, és megtesszük a megfelelő lépéseket, és utána jön az eredmény. Egy évben mennyi minigerberát állítanak elő? Körülbelül 2 millió minigerberát termelünk, és gyakorlatilag minden második nap tudjuk szedni ezt a virágot, és egy-két napon belül már a fogyasztókhoz kerül ez a termék, és 95%-ban magyar háztartásokban, magyar vázákban. Kedves hölgyek, lányok, asszonyok, fogadják szeretettel tőlünk Gyuris Attila magyar rózsáit nőnap alkalmából. Boldog nőnapot kívánunk!